Jótékonysági elverésre és vacsorára várták a támogatókat pénteken a belvárosi közösségi házba. A licitre több mint 100 tárgyat ajánlottak fel magánszemélyek, vállalatok és a helyi és megyei egyesületek tagjai. Dr. Zöld Lászlóné, a KDNP Bajai Szervezetének elnöke elmondta, a felajánlók nagyon sokat tettek a közös célért. Tulajdonképpen január óta, úgymond azóta dolgozom rajta, hogy ez tényleg olyan legyen, hogy az emberek egy kicsit fölkapják a fejüket. Nagyon sok emberrel találkoztam, nagyon sok embert megszólítottam, segítséggel ezt hozzá kell tennem, hiszen olyan művészeket kerestünk meg, akikre az emberek odafigyelnek. A meg nem született gyermekek emlékműve nem az első, aminek megvalósítására a megyei kereszténydemokrata néppárt gyűjtés szervezett. A Dávodi templom bejárata ajtaját ebből újítottuk föl, vagy Beregszászi népkonyhát, gyűjtöttünk Árkosi erdei székely múzeumra, görög katolikus templom építésére, és az előző alkalom már Kiskunmajsán volt, tehát kiléptünk Kecskemétre, a Kígyospusztai Tanyasi Művelődési Központ felszerelésére, és most itt vagyunk Baján. Az élet egyetlen esély. Vedd komolyan! A pénteki jótékonysági estem a Szent László AMK középiskolásai készültek verssel, dallal és néptánccal a vendégeknek. Az ünnepség megnyitóján Zsigó Róbert, Baja és térsége országgyűlési képviselője kiemelte, a nemzet alapját képező legfontosabb emberi közösség a család. Ami 2000 és 2010 között majdnem negyedével 23%-kal csökkent a házasságkötések száma, 2010 óta másfélszer annyira mondták ki a boldogító igen, mint előtte. Ez azonban még kevés, holna a családoknak anyagi, lelki és fizikai biztonságra is szükségük van. Binszki József plébános és Csubák Nébesesek Andrea, Baja alpolgármestere felidézték. 3 évvel ezelőtt Kiscsávolyban egy olyan helyet terveztek, ahol méltó módon emlékezhetnek meg a helyiek. Egy érintett család fölvetette, hogy milyen jó lenne egy emlékhely a meg nem született, illetve az elveszített gyermekeknek. Ezt az ötletet megragadva létrehoztunk egy emlékhelyet, egy kis parkot, amit 2016-ban sikerült felavatni, és azóta minden évben Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe tájékán van ott egy megemlékezés. Az árverésen a résztvevők bőkezűen licitáltak, így az est végére jelentős összeg gyűlt össze. A felajánlásoknak, a jegybevételnek és az árverésnek köszönhetően összesen 1.609.000 forint folyt be, amelyből még az idén szeretnék megvalósítani az emlékparkba szánt szobrot.